Kedves nézőink! Érdekes visszagondolni, most, amikor dohányboltjaink roskadoznak a rengeteg szívnivalótól, s orvosaink nem győznek óvni bennünket a cigarettázástól, mondom, furcsa ma visszagondolni, hogy 30 éve még csikkeket szedtünk föl az aszfaltról. Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezete szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzá tartozol, és mi közénkbe lépni kiváltozol, tanuld meg, olyan szavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyar, a végét félreted, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e más. És ha látod, hogy barátodul a szív csupán, hát vedd el tőle, és te szív tovább, és dalod velünk a csík dalát, s ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi játszunk, az csak egy, sok csík az sokra megy. Bizony kérem, rövid volt a csík, ám annál hosszabb a szipka. Úr és Proli egyaránt lehajolt. Másfajta cigarettázás volt ez, mint amikor még az az átszellemült operettdal szólt, hogy szállnak a légben a füst karikák. Egy kis cigarettával oldi finom, a illatos elhe, mint rózsaszirom. Szép bántani jó, de vége hamar, csacsi még a többen a bor. A csík ott füstölgött az aszfalton. Hol volt még a mai csomagolás technika? Köszönöm, égek! Köszönöm, most dobtam el! Köszönöm, nekem ez erős! Köszönöm, ez nekem gyönge! Annyira nem jó cigaretta, mint amennyire drága. Divatos dal volt még a Fogadj el engem úgy, ahogy vagyok kezdetű is, mindjárt kiderül miért. Fogadj el engem így, ahogy vagyok. Ugyanis miután kimásztunk a romok alól, mindent előről kellett kezdeni, az öltözködést is. Hogy léha voltam rossz és képtelen, bocsásd meg nékem szép szerelmesem. S a háború még ott kísért a divat vonalaiban is. Nem mondták nékem azt, hogy kedvesem, nem is törődtek még sosem velem. Hiddenet így volt drága életem, most másképp lesz minden, mert megtaláltam, és oly rég vártam állandat. Egyébként így ruha, meg azért nem úgy megyek el, hogy nem most én vásárolni megyek, hanem vagy meglátok valamit, megveszem, nem látok, és akkor nem veszem. Eközben persze javában folyt az újjáépítés. Nehéz munka volt, sok energia kellett hozzá, mely főként hitből táplálkozott. Ugyanis egyéb táplálék nemigen volt. Tányér helyett tányér akna. Szeretem a romantikus divatot. A lovakat elfogyasztván magunkat fogtuk a kocsi elé. Take it easy, azaz rá se ráncs énekeltük. Ha sokkal jobb talán a lenni az óval, ha jó vagyok, hogy jönne meg egy hajó. A ami a motorizációt illeti, hát
voltak még a mai áramvonalak. Hol volt még korunk motorizált nép vándorlása? És végre megindult a vonat is. Április 4-én szabadult fel, és másnap, április 5-én felújították a Csárdás királynőt, ami készségkívül törhetetlen optimizmusunkat jellemzi. Az operettet azt még szeretem hallgatni a tévébe. Operettet nem szeretem. Az egy galast sem él. Gicsesnek találom, szóval. Se nem komoly zene, se nem igazi könnyű zene. Néha egyszer-egyszer mondjuk egy-egy operett dallam jól esik. És bár ez a régi operett örök életű, a korszerzői új utakat kerestek a könnyű zenében is. Az egyik áhított minta... A népdal volt. Még nem. Most még csak az amerikai jazz hatott. A pesti dalok próbáltak itt a Broadway ritmusaival keveredni, de ez bizony nem mindig sikerül. Egy régi nótát sír Budáról át a szél, melódiája fájó emlékből mesél. Mostani hosszú szoknya, és körülbelül ez a hossz volt a divat. Csillogó fények még hiányoztak az éjszakai utcákról, de már táncoltunk és szórakoztunk. Az én szívemnek szól legalább ez a gondolál. Táncdalok szövege a mai fül számára meghökkentően szenvedélyes. Álmomban egyszer a szívettel beszéltem őszintén, de elszállt az álom stíd. Hiába várom, hogy jöjj felé. Én imádtalak. Érzelmek azok lényegében nem változnak. Haposvány, vagy Isten jöjj, hínom ez a haposvány. Csak egy közem és itt a haposvány. Mint a rózsa színom, csupa hab és sok magyarul. És hódított a turbán, mint a sebkötözés kísértete. Fiús, kisé katonás lányok utasították rendre az aszfaltbetyárokat. Hát ez attól függ, hogy milyen az a fű, és hogy mennyire tolakodó, szóval... Udvarolni kell neki. Szóval lányok ugyanolyan lezselek, mint a fiúk. A hölgy, aki nagyon modern akart lenni, merészen oldalra fésülte a haját. Nem tudom, ez nehéz dolog, mert egyéniség az nem mindenkinek van. A kevésbé merészek angolos mózokkal állították a férfiakat. Szerintem inkább a nőkben van benne az exhibicionizmus, hogy magát mutogatja. Férfiakban kevésbé. A női divat, nos ez még nem volt, nem lehetett igazán divat. Nagy létszámú táncenekarok húgatták a számtalan szakszofont. A hölgyek ormótlan parafatalpakon ficamították karcsú bokáikat. Szeretem én,
Hasonlítsuk össze egy 1975-ös számmal. Ez a hang már a tizenéveseké, hát igen, csak fiataloknak. Lök ide a sört! Ide a sört! Ide a sört! Lök ide a sört! Ide a sört! Ide a sört! Inkább elsősorban a jó öltözött fiatalok, azok számítanak hivatosnak. De vissza a rész! Meg jobban még most is, ha valahol lágyalom. Kapcsoljuk most 1975-re. A régi időkhöz. A felszabadulás után, amikor a népek új világot követeltek, a világ egyetlen nagy utcabál volt. És miket táncoltak ekkor? Például a foxtrottot. Úgy van. Hölgyeim, mit tudunk a foxtrottról? Magyarul rókalépés. Kisé a háborús meneteléshez is. Ez az a tánc, amit mindenki tud. Ó, az korán sem megy ilyen jól. Próbáljuk. Van egy kis lámpalázunk. Vége volt tehát a háborúnak, és az emberek élni és örülni akartak.